Két új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az Izlandra érkező 1100 utas 927 mintavétele között az elmúlt 24 órában. Egyiküket karanténba helyezték, míg a másik szervezetében kimutatott ellenanyag azt jelezte, ő már átesett a betegségen. A kötelező tesztelésbe vezetés óta már 5 ember szűrtek ki a szigetre belépők közül. Két román állampolgárt őrizetbe vettek Reykjavikba, miután megsértették a karantén előírásokat. Izlandon 1800-an fertőzöttek meg, és 10-en haltak meg a betegség következtében. Romániában ismét emelkedni kezdett a koronavírus fertőzések száma. Klaus Johannes államfő arra kérte polgártársait, tartsák be a még érvényben lévő két nagyon fontos óvintézkedést, a távolságtartást és a beltéri maszkviselést. Az elmúlt 24 órában 320 új fertőzöttet szűrtek ki, és 22-en vesztették életüket a COVID-19 miatt Romániában. A portugál hatóságok tartva egy második hullámtól az ország számos pontján állítottak fel tesztközpontokat és tömegesen szűrik a lakosságot. Noha a kórházban ápolt koronavírusos betegszám stabil, az elmúlt napokban több idős otthonban és néhány egészségügyi intézményben is lokális gócokat regisztráltak. Lisszabon térségében egy nap alatt 300 új fertőzést mutattak ki. Portugáliában eddig 38 ezeren fertőződtek, és 1500-an haltak meg a vírus következtében.